Július 29-én szombaton négy gyermeket vittek be szüleik a József András oktató kórház gyermekosztályának sürgősségi részlegére. A gyermekek típusos kanyarós megbetegedés tüneteit produkálták. Július 30-en vasárnap hasonló tünetekkel érkezett még egy gyermek. A betegek és szüleik román-magyar kettős állampolgárok, akik koront községből származnak, jelenleg Magyarországon tartózkodnak. A betegek életkorukat tekintve 9 hónapos és 6 éves kor közöttiek voltak. Védőoltást nem kaptak, mivel Romániában a kanyaró elleni vakcina nem tartozik a kötelező védőoltások közé. A gyermekek ellátása elkülönítetten a gyermekosztály fertőző részlegén a szakmai és a higiéniai protokollok szigorú betartása mellett történt, a részlegre vonatkozó látogatási tilalom mellett. Ápolásokat olyan személyzet végezte, akik kaptak kanyaró elleni védőoltást. A gyermekek már elhagyták a kórházat a kezelésnek köszönhetően. Az epidemiológiai szakemberek a betegek családjának magyarországi tartózkodási helyén a szükséges intézkedéseket megtették, a védőoltásokat beadták mind a betegeknek, mind a családtagoknak. Jelenleg a szabolcs már bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház egyetlen egy tagkórházában sem kezelnek kanyaró tüneteivel beteget áll a közleményben.